Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket. Előzetesként lássuk, milyen témákkal foglalkozunk a napjaink mai adásában. A Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület elismeréseit és a Napleánydíjat. A vajdasági magyar újságírás helyzete és nehézségei. Közvitán a tájékoztatási törvény. 10 éve ölték meg Zorán Gyingyicset. Ahogyan az ajánlóból is kiderült, a mai adásunkat szinte teljes egészében az újságírással kapcsolatos témáknak szenteljük. Elsőként nézzünk meg egy összefoglalót. A Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület átadta ugyanis a szakmai elismeréseit, és a Napleánydíjat is átadták. A díjakat rendhagyó módon egyszerre a Szabadkai Városi Múzeumban adták át. A Vajdasági Magyar Újságírói díjak többet jelentenek szakmai elismerésnél, hiszen amint a díjátadáson is elhangzott, a kisebbségi újságíró feladata nem merül ki a pontos és professzionális tájékoztatásban. Ez a munka közösségi szerepvállalást is jelent. Én úgy gondolom, hogy ez több terhet ró ránk mindenképpen, azért, mert nekünk a saját kisebbségünkkel, a saját közösségünkkel kell jóval többet foglalkoznunk, tehát a nagy hírek, az úgynevezett nagy hírek mellett nagyon sokat kell a közösségnek a dolgaival, a gondjaival, a bánatával, az örömeivel, a történéseivel foglalkozni, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezt milyen módon tesszük, hogy ne ártsunk ennek a közösségnek, hanem inkább abban segítsünk neki, hogy fölzárkózzon, előre tudjon haladni, és hát, hogy mindenképpen a szülőföldjén tudjon boldogulni. A díjazottak írott sajtó kategóriában Fekete J. József érdemelte ki az elismerést. Elektronikus sajtó kategóriában Ternovác István díjazták. A legjobb pályakezdő Virág Árpád. A szórványdíjat a Pancsovai Televízió magyar nyelvű műsorának szerkesztősége kapta. Orosz Ibolyát, a 7 nap nyugalmazott újságíróját életműdíjjal tüntették ki. A Napleánydíjat Jégarai Bélának ítélték oda. Ritka az ilyen alkalom, amikor a vajdasági magyar sajtómunkások közösen ünnepelhetnek, hiszen amellett, hogy az újságírókat földrajzi távolságok választják el, világnézetüket tekintve sem egyformák. Ebben széttagoltság, ami eszmei, ideológiai, fizikai, távolsági szempontból is jelen van. 250 ezer délvidéki vajdasági magyar közösség egészét tudósító újságíró társadalomban is. A mi szerepünk és feladatunk azt gondolom, hogy elsősorban az, hogy enyhítsük és párbeszédet folytassunk egymással, ugyanakkor elismerjük azt a munkásságot, amit egy-egy adott újságíró az elmúlt évben, vagy akár az elmúlt évtizedekben a vajdaságban az újságírás és a magyar újságírás területén tett. Azt gondolom, hogy felül kell kerekednünk és át kell lépnünk önmagunk árnyékán, és én bízom benne, hogy az elmúlt 10 év, illetve hát a mai rendezvény is azt bizonyítja, azt fogja bizonyítani, hogy ez sikerül. Lehet, hogy kell panaszkodni, de úgy gondolom, hogy most azért ne panaszkodjunk. Az, hogy ezt az ünnepséget sikerült így közösen megszervezni, szerintem ez derülátásra ad okot, és én optimista vagyok egyébként alapjában, tehát én mindig abban reménykedem, hogy majd csak lesz jobb, meg lesz másmilyen a helyzet, és hogy egyszer ez az újságíró társadalom az egymás közötti cívódásait, nézeteltéréseit is félre tudja tenni, és talán közösen föl tud lépni bizonyos dolgokért. A másik pedig, hogy hát a helyzetünkről se lehet azért túl szépeket nyilatkozni, de hát reméljük, hogy az is majd egyszer változik, és talán jobb lesz. Annak is jelképes üzenete volt, hogy a díjakat a Szabadkai Városi Múzeumban adták át, hiszen itt fogalmazták meg egy évszázada a Bács-megyei Napló hitvallását. Lehetünk konzervatívak vagy liberálisak, lehetünk hívők és pogányok, lehetünk dacosak és megalkuvók. Akkor, amikor az újságírás érdekeinek szolgálatába szegődünk, legyünk elsősorban újságírók. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, a Napleánydíjas Jégarai Bélát és a legjobb pályakezdőnek járó elismerést kiérdemlő Virág Árpádot.
Amikor azon gondolkodtam, hogy a díjazottak közül kiket hívjak meg stúdió vendégnek, nem sokáig gondolkodtam, ugyanis egyértelmű volt számomra, hogy egy sokat látott, tapasztalt kollégát és egy pályája elején járó kollégát hívok meg, hogy hát teljesebb képet kapjunk az újságírásunk helyzetéről. Önnek komoly pályafutása van a háta mögött, és ahogy a minapi interjúban fogalmazott, ugyan nyugdíjba vonul, de nem nyugállományú. Ebben a helyzetben mennyire hathat ösztönzőleg egy ilyen elismerés? Mindenképpen ösztönzően hat, habár bevallom őszintén, hogy most talán még nehezebben írok, mint különben. Mert az embert kötelezi a díj, és akkor valahogy úgy érzi, hogy még jobban kell teljesítenie, mint eddig. Különben kellemesen meglepett a díj, őszintén megmondom, hogy nem számítottam rá, ugyanis a kritizáló újságírókat általában nem szokták díjazni, az valahogy nem kedvelik őket, és így kellemes meglepetés volt. Ez egy szakmai díj, tehát szakmai szempontok játszottak közel, gondolom, nyilvánvaló, és nem politikai szempontok. Annál is inkább kellemesen lepett meg a dolog, mert hát aki belolvas a jegyzeteimbe, a Vajdaság ma internetes újságban, vagy amit átvesz a magyar szó, láthatja, hogy nem szoktam kímélni se a többségi nemzet vezető politikusait, sem a sajátunkét, se Ivica Dacsicsot, se Tomislav Nikolicsot, se Pásztor Istvánt. És hát ilyenkor az ember nem számít arra, hogy ezt majd elismerésként fogják egyszer elkönyvelni valahol. Árpád, ugye mi kortársak vagyunk, és hát még az egyetemi tanulmányainkból ismerjük egymást, úgyhogy a nézők engedelmével a tegező viszonyban állapodjunk meg így a beszélgetésünk elején. Hát pályakezdő újságíróként kaptad a díjat, de én személy szerint egy pici ellentétet érzek ebben, mert ugye 30-as évek ide taposod, néhány éve már foglalkozol újságírással, és amit a méltatásban is hallottunk veled kapcsolatban, az sem arról tanúskodik, hogy pályakezdőről van szó, ami persze az írásaidat illeti. Ennek tükrében te hogyan értékeled ezt a díjat? Te is így gondolod? Nem látok én ebben problémát, hogy pályakezdő újságíróként kaptam az elismerést. Elvégre hát egy újságírói pálya az több évtizedből is összetevőd, hát az én újságírói pályám az pedig két és fél, három év mondjuk az, amire vissza lehet tekinteni. És az a valódi újságírói pálya, amikor már mint foglalkoztatott dolgoztam a Magyar Szóban, az mondjuk két évre vezethető vissza, valamivel több mint két évre vezethető vissza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az elismerés ez nem jött későn, hogyha erre vonatkozott a kérdésed. Az embereknek persze mindig jól esik az, hogyha elismerik a munkájukat, különösen akkor, amikor egy pályának azért mégiscsak valamennyire még az elején állnak. És az én esetemben azt hiszem, hogy ez még kimondható, ami pedig hát további jelentőség a díjnak, és ezt sokan már előttem is elmondták, az mindenképp az, hogy a szakma ítéli oda. Tehát egyfajta visszaigazolás ez arra vonatkozóan, hogy valaki jól indult el az adott pályán, és egyfajta bátorítás is arra vonatkozóan, hogy ezen az úton folytassa tovább. Ami még közös mindkettejükben, és hát bennem is, hogy magyar szakosok mindketten. Hogyha az ön szakmai karrierjét megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy egy tudatosan felépített karrierről van szó, hiszen ugyanebben az interjúban azt nyilatkozta, hogy tudatosan választotta a magyar szakot, éppen azért, mert újságíró szeretne lenni. Ez belülről is ennyire pontosan felépített karrier volt, mint amennyire kívülről látszik? Hát 28 évesen kerültem a Magyar Szóhoz, és akkor nem biztos, hogy tudtam, hogy merre fog fejlődni a szakmai pályám, de mindenképpen szerettem volna újságíró lenni, ez volt az első és legfontosabb, és aztán szerettem volna külpolitikus lenni, és aztán sikerült is külpolitikán elhelyezkednem, és azt csináltam, kb. 3 évtizeden át külpolitikus voltam, és a 80-as évek végén, amikor kezdett izgalmas lenni a belpolitika, akkor
átigazodtam, és akkor belpolitikus lettem. Visszajöttem Magyar Szóba. Mert hát volt egy közel egy évtizedes tévés. Igen, majdnem egy évtizedig itt a tévében dolgoztam, vagy itt televízióban, itt is külpolitikus voltam. És aztán visszamentem Magyar Szóba, és a vasárnapi szám megtisztelő feladata jutott nekem. És akkor abban az időben nagyot lehetett alkotni, mert tényleg megindult valami változás az újságírásba. Fölszabadultunk, érezület itt a levegőben, hogy a szocializmus össze fog gomolni, és izgalmas újságot lehetett csinálni. És most egy gyors fejszámolás után arra a következtetésre jutottam, hogy Árpád, te is 28 évesen kerültél a Magyar Szóhoz, úgyhogy még egy közös pont. Azzal, hogy én nem rögtön a belpolitikai rovatnál kezdtem el dolgozni, először az újvidéki rovatnál, gazdasági rovatnál dolgoztam, de azt hiszem, hogy mindössze néhány hónap telt el az időszak alatt, ameddig tulajdonképpen megtörtént ez az átigazolás, hogy így mondjam, a belpolitikai rovathoz, és ez volt az, amit én szerettem volna csinálni, tehát amint én a Magyar Szóhoz oda kerültem és elkezdtem dolgozni, számomra világos volt az, hogy a belpolitikai témák azok, amelyek sőt előbb is persze már világos volt az, hogy azok érdekelnek a legjobban, úgyhogy ez valahogyan egy ilyen természetes módon meg is történt, és aztán a belpolitikán folytattam én is. És mikor volt az a pont, amikor tudatosodott benned, hogy igenis nem a katedrán, hanem az újságírói pályán képzeled el a jövődet? Szerintem ez akkor következett be, amikor véletlenszerűen oda kerültem a Magyar Szónak a szerkesztőségébe, és amikor kipróbáltam azt, hogy milyen ez a pálya. Az esetemben az ugye megtörténhetett, hiszen először egy 9 hónapos civil katonai időszakot töltöttem el a Magyar Szóban, és ez egy megfelelő gyakorlat volt szerintem ahhoz, hogy meglássam azt, hogy milyen az újságírás, milyen az eseményeket követni, milyen az interjúkat készíteni. A mély vízbe dobtak rögtön, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen eredményt hozott, hogy a nehézségeket is megláttam, és ugyanakkor ennek a hivatásnak a szépségeit is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bizonyos gyakorlati időszak volt az, amikor bennem véglegesedett az, hogy mindenféleképp maradni szeretnék, és az újságírással szeretnék foglalkozni. És hát ugye fejszámolás nélkül is egyértelmű, hogy a következő közös pont, ha már ennyire keresem a közös pontokat, az, hogy mind a ketten a kisebbségi médiában dolgoznak. És hát a kisebbségi lét önmagában is egy különleges, kettős lelki állapotot jelent, ez alól a vajdasági magyar sajtó sem kivétel. A magyar nyelvű médiumoknak naponta meg kell küzdeniük a kisebbségi létből fakadó nehézségekkel és feladatokkal. Bár a Független Újságírók Egyesülete az iménti riportban azt mondta, hogy ne panaszkodjunk, a most következő összeállításunkban arról faggattuk a különböző vajdasági magyar médiumok szerkesztőit, hogy munkájuk során hogyan élik meg a kisebbségi szereppel járó nehézségeket. A kisebbségi létnek és a közösségünk folyamatos fogyatkozásának hátrányai a média esetében is megmutatkoznak. Sajtóorgánumaink kivétel nélkül szakember hiánnyal küszködnek. Nálunk vannak olyan nagy nevű újságírók, azért nem említem a nevüket, mert már vagy nyugdíjba vonultak, vagy még űzik a hivatást, de kiváló újságíróknak tartom egyébként őket. Amikor elkezdték, mondják a kollégáik, hogy a szájukat nem tudták kinyitni. Tehát senki nem mondta volna azt, hogy ő belőlük jó újságíró lesz. Tehát az újságírás az egy nem csak hivatás, az egy szakma, amit tanulni kell. Rengeteg háttérmunkára van szükség, és hogyha az ember a magyar kisebbségi helyzetből közelíti meg ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy itt hátrányos helyzetben vagyunk, hiszen kevesebb van belőlünk. Jobban meg kell izzadni azért, hogy egy fiatalból kiváló újságíró legyen. De számos példa igazolja, hogy az esélyeink azok megvannak, élni kell vele. Nem szabad könnyelműen bánni a fiatal káderekkel. Nagyon nagy probléma az, hogy rengeteg fiatal hagy itt bennünket, mert egyszerűen az anyagi helyzet Szerbiában olyan, hogy nem tudjuk őket alkalmazni. Nekünk szükségünk van több emberre a kisebbségi szerkesztőségekben, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy még jobb minőségű emberekre van szükségünk. Tehát gyakorlatilag az lenne a legjobb, hogyha az egyetemekről, különféle újságíróiskolákból már kész embereket kapnánk. Van erre példa, vannak ellenkező példák is. A probléma viszont abban van, hogy egyre kevesebb, legalábbis nekem úgy tűnik, nem biztos, hogy igazam van, nekem úgy tűnik, hogy egyre kevesebb a kisebbségi nyelvek
tehát a kisebbségi anyanyelvű ugye, diák, aki befejezi a különféle újságíró szakokat, stb. Tehát eleve káderhiánnyal küzdünk olyan értelemben, hogy csökkent az a potenciális hát, alap, amelyből mi tudnánk kádereket magunkhoz vonzani. Na most, hogyha magunkhoz is vonzuk a kádereket, akkor pedig fönnáll ugye az a veszély, hogy elveszítjük őket, lévén, hogy ugye státus, meg kell oldani a státusokat, tehát magyarán állandó munkaviszonyt kell számukra biztosítani, mert akkor tudjuk őket ott tartani. A fogyatkozó közösség a szakember hiány mellett a csökkenő befogadó közönséget is maga után vonja. Tudjuk, hogy a vajdaságban mennyi a magyar, hát ahhoz van, a létszámhoz van egy napilapunk, két vagy három. Most nem tudom, hogy a hét napot és a családi körön kívül a képesi fit meg a jópajtást és a mézes kalácsot szól, hogy ide soroljam. Tehát a többet nem is tudnánk produkálni, ekkora a felvevés piacunk. Hát most megint csak visszatérve a családi körre, hát tényleg a messze menően a legnépszerűbbek vagyunk, hát sajnos... Ez nem elég ahhoz, hogy az ebből mi nagy profitáljunk, szóval nagyot profitáljunk. A vajdasági magyar, illetve a kisebbségi újságírással, a sajtóval az a probléma, hogy sajnos nem tud a saját lábán megélni, megmaradni. Ezért mindig függ valakitől, az államtól, a politikától, a pártoktól. Ugyan igaz, hogy mi... Azért azon tehetünk, sokat tehetünk azért, hogy minél inkább függetlenek legyünk. Ezt pedig csak is úgy tudjuk elérni, hogyha növeljük a példányszámot, a nézettséget, a hallgatottságot például. És minél kevésbé függni a mindenkori politikától. Profit nélkül pedig nehéz biztosítani a médiumok akadálymentes működtetését. Igyekszünk mi felzárkózni különböző forrásokból, próbálunk előteremteni pénzeket, hogy a műszaki felszereltségünkön javítsunk. Hát ez sajnos a gazdasági válság miatt igen akadozva megy. Korábban az anyaországtól kaptunk támogatást műszaki felszereltségre. Az idén erre nem sok esélyt látok, tavaly se volt rá különösebben nagy lehetőség. Úgyhogy nem marad más hátra, várunk, hogy egy kicsit enyhüljön a válság, és akkor én abba bízok, hogy akkor valahogy lépést tudnánk tartani a többiekkel is, a többségi médiával is. Az előző bejátszásban nekem megütötte a fülem, hogy ketten is említették az utánpótlás hiányát. Amikor ön kezdte a pályáját, akkor... Ebből a szempontból milyen volt a helyzet? Akkor is ennyire szomorú volt? Hát utánpótlásban nem volt hiány. Én, ha jól emlékszem, kb. 10 csatlakoztunk a Magyar Szó szerkesztőségéhez, akkor, amikor én is beléptem. Magyar Szó ösztöndíjazta az egyetemi hallgatókat, és hát nagyon sokan jöttünk, jöttek és mentek az emberek. De nagyon sokakat vettek föl, aztán kikoptak az emberek, akinek nem tetszett, az továbbállt. Aki meg ott maradt, azt csinálta. Hát 110-valahány ember dolgozott akkor a Magyar Szóban, szóval egy hatalmas, hatalmas szerkesztőség volt. Az a deszk az állandóan zsúfolva volt, emberekkel annyian dolgozott, nem volt szinte hely leülni. És hát, és akkor még volt, úgy tűnt, hogy távlatok is vannak a pálya előtt. Hát a mai fiatal, nektek fiatal kollégáknak onnan sokkal nehezebb helyzetetek, mint nekünk volt akkor, gondolom. És hát itt felmerült az is, hogy szakképzetlenek a fiatalok. Ugye csak néhány éve van magyar nyelvű újságíró képzés Vajdaságban. Az önök esetében ez hogy történt? Akkor nem volt újságíró képzés, magyar szakot végeztek, vagy más egyetemre jöttek oda a fiatalok, és akkor végigcsinálták, minden lépcsőfokot megjártak. Piaci tudósítással kezdték, aztán fordítottak, aztán más csináltak, próbálkoztak cikkírással, és akkor az első néhány cikket azt mindig eltépte a szerkesztő, és újból írta. Úgyhogy egy nagyon kemény iskolát végigjártunk, nagyon képzett, kiváló lektorok és olvasó szerkesztők voltak abban az időben, akik még abban az ánti világban tanulták az újságíró szakmát, és ők
borzasztó szigorúan nézték át a kéziratot, és hát hangosan szóvá tették valamit, hogy nem jól csináltunk, hogy mindig igyekeztünk, máskor ne essünk ugyanabba a hibába, elkerüljük azt a hibát. Úgyhogy hát alaposan kellett tanulni. Tárpád, az előbb említetted, hogy nálad nem volt szó a ranglétra végigjárásáról, hanem azonnal mély vízbe kerültél. Mennyire élvezted az idősebb kollégák támogatását, és milyen nehézségeket eredményezett ez? Hogyan sikerült megbirkózni velük? Éppen a létszámnak a hiányára utal talán az a probléma, hogy persze az új újságírót igyekszenek a kollégái támogatni és segíteni a munkájában, de én nagyon sokszor tapasztaltam azt, és gondolom, hogy a többi fiatal kolléga is sokszor tapasztalja azt, hogy saját magára van utalva a helyzeteknek a hát legalább felében, és fel kell, hogy találja magát az adott szituációban. A kisebbségi újságírásnak biztos, hogy ez az egyik legnagyobb problémája, hogy nem vagyunk elegen ahhoz, hogy egyrészt eleget tegyünk annak az elvárásnak, hogy mindenről beszámoljunk, és ráadásul ezt minőségi tájékoztatás szintjén tudjuk megvalósítani. Az egyik másik problémának pedig azt tartom, hogy a kisebbségi újságírás a vajdasági magyarral is így van, és gondolom, hogy a más kisebbségi újságírással is nem tudja eléggé tartani a tempót a technológiai fejlődés által kívánt változásokkal, ugyanis hát sokszor későn reagál azokra a dolgokra, ami közben mondjuk más országokban már régen megtörténtek. És hát ugye itt kettős konkurenciáról beszélhetünk, mert egyrészt van a többségi nyelvű sajtó és a magyarországi sajtó. Itt melyiket érzed erősebb? Ez az a több pólusúság, ami a vajdasági magyar sajtónak az egyik problémája. Nem problémája, meg kell vele valamilyen szinten birkóznia, meg kell találni az egyensúlyt. Egyrészt ugye tartania kell a tempót a hazai tömegtájékoztatási eszközökkel is. Be kell számolni a vajdasági magyarságot érintő kérdésekről is. Az anyaországban történő kérdéseket sem hagyhatja figyelmen kívül, mert rengeteg azok közül ugyanúgy meghatározza a közösségnek az életét, a mindennapjait. Hogyha azt kérdezett tőlem, hogy melyik a jelentősebb, akkor én azért mégiscsak a hazai többségi nyelvű tömegtájékoztatási eszközöknek a jelentőségét emelném ki. Azt gondolom, hogy azok nagyobb konkurenciát jelentenek a kisebbségi sajtó számára, és itt van még egy probléma, a megélhetésnek a kérdése. Ugyanis ők könnyebben jutnak pénzeszközökhöz, reklámokhoz, mint a kisebbségi sajtó. Az imént látott blogból is ugye kiderült az, hogy nagyon sok esetben az a legnagyobb gond éppen, hogy nem fenntartó a kisebbségi média. A Naplánydíj kuratóriumának az elnökétől elhangozott egy mondat, ami arra vonatkozott, hogy igen, megosztott a vajdasági magyar újságíró társadalom világnézet és hát politikai beállítottság szempontjából. Ez tényleg így lehet? Vagy mondjuk önnek vannak tapasztalatai a 90-es évek előtti időkből? Akkor nem mondanám, nem tapasztaltuk ezt a megoszlást, nem mondanám. Most tényleg így van. Úgy tűnik, hogy van egy csomó értelmiségi, akik kiszorulnak a mostani magyar sajtóból, és azok nagyon elégedetlenek. Elég volt végighallgatni mondjuk a Naplókör múlt heti újvidéki föllépését, és ott hallhattuk a kollégáknak az elmarasztaló véleményét. Kifogásolják, hogy a mostani magyar lapok bezárkózottak, autisták, nem figyelnek csak az alapítóra és a vezető pártnak a történéseire, és figyelmen kívül hagyják a más szempontokat is. De gondolom, végső soron az nem baj, hogyha egy sajtótársadalomban többféle nézet van, és hogy viták vannak, az egyáltalán nem baj. Az előre viszi az egész társadalmat. De hát gondolom, hogy például a magyar szóban 90 előtt se ragaszkodott mindenki egyféle ideológiához az újságírók közül. Hát a szocializmusban nem sokat lehet, legfeljebb a sorok között lehetett kifejteni valami ellenvéleményt. Ott ugye ilyen ellentétek nem igen mutatkoztak meg. Most folytatjuk a témát. Szó esett a pénzelésről is.
A kisebbségi média kérdése a törvényalkotóknak is komoly fejtörést okoz. A múlt héten volt először lehetőség arra, hogy az érintettek elmondhassák a közszolgálati tájékoztatásról szóló törvénytervezettel kapcsolatos véleményüket. A törvény több pontban is kitér a kisebbségi média helyzetére, aminek néhány nappal korábban külön konferenciát is szervezte. A tájékoztatási törvénytervezet legnagyobb portkavaró része szerint az államnak stratégiai célja, hogy ne legyen többi a médiumok tulajdonosa. A törvénytervezet kidolgozói szerint ez viszont nem jelenti azt, hogy az állam ne vállalná többé a felelősséget a médiumok fennmaradásáért. A médiák támogatását projektfinanszírozás keretében kívánják megoldani, amivel szerintük kiküszöbölhetőek lennének a most tapasztalt egyenlőtlenségek a pénzelosztáskor. Az egyik legfrissebb példa az SRT-nek nyújtott kölcsön. A VLTV-t pedig sehol sem emlegetik, mintha nem létezne vagy nem kellene kapnia a vajdasági és szerbiai polgárok által befizetett előfizetési díjakból. Ennek a megfizettetése már 10 éve nem alkalmas a tisztességes finanszírozásra. Amikor a vajdasági RTV-ről beszélünk, ezt a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete mindig hangsúlyozta, a vajdasági RTV teljesen alárendelt helyzetben van az állami közszolgálati RTV-hez képest. Ezért az a benyomásunk, és ennek már többször hangot adtunk, hogy a hatalom a vajdasági RTV-t nem kíván gyermekként emlegeti. Ezt tükrözi az a tény is, hogy a 10 nyelven sugárzó közszolgálati médiaház olyan megalázó helyzetbe került, hogy tulajdonképpen közvetlenül sérti a tájékozódáshoz való jogot. Egyrészt csökken a hosszú évek alatt elért színvonal, másrészt nem fektetnek be olyan alapvető dolgokba, mint a lebombázott cégház pótlása, vagy a szociális program és a kisebbségi szerkesztőségek kádrállományának fiatalítása. Azt gondolom, hogy a közmédia finanszírozása, vagyis az előfizetés nagyon fontos ügy. Sajnos az előfizetés körüli vita túl politizált, és sok a demagóg megnyilatkozás ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy törekednünk kell rá, hogy közösen elmagyarázzuk a polgároknak, mennyire fontos, hogy biztosítsanak némi pénzt a közmédia működtetésére, mert a közmédia az ő érdeküket kellene, hogy képviselje. Ha közmédia nélkül maradunk, akkor úgy gondolom, hogy teljesen lepusztult lesz a média szintér. A törvény szerint nem csak az állam, hanem az önkormányzatok sem lehetnek majd médiumok tulajdonosai. A Szabadkai Rádió igazgatója szerint a kényszerprivatizáció több szempontból is jogsértő lehet. Úgy gondoljuk, hogy ez teljesen szükségtelen lépés, és az önkormányzatok kivonása a média finanszírozásból a médiaházak bezárásához vezet. A Szabadkai Rádió 45 éve működik. Szerb, horvát, magyar, bunyevac és német nyelven sugározza adásait, és 25 újságírót foglalkoztat. Egyszerűen lehetetlen évről évre pályázati pénzekből megoldani pénzelését, úgy, ahogyan azt a törvény előlátja. Tehát így sem a stabilitás, sem a közérdek nem valósul meg. A törvénytervezet kidolgozói szerint viszont ezzel a lépéssel megakadályozható lenne az is, hogy a politikának közvetlen beleszólása legyen a közszolgálati médiumok szerkesztés politikájába. A kisebbségi média esetében ezt különösen fontosnak tartják. A gyakorlatban tulajdonképpen az látszik, hogy a nemzeti tanácsok a legnagyobb politikai pártokhoz tartozó tagjaikon keresztül közvetlen befolyással bírnak az általuk alapított médiumok szerkesztési politikájára. A közszolgálati tájékoztatásról szóló törvénytervezet munkaváltozata olyan garanciákat lát elő, amelyek biztosítják a nemzeti tanácsok által alapított médiumok független szerkesztés politikáját. A munkaváltozat szerint ugyanis a nemzeti tanácsok nem alapíthatnának közvetlenül médiumokat, hanem csak alapítványok vagy intézmények lehetnének kisebbségi nyelvű médiumok alapítói. A politikai befolyástól való függetlenségüket egy olyan határozat biztosítaná, amely előírja, hogy ezen alapítványok, illetve intézmények igazgatóbizottsági tagjainak kétharmada független kell, hogy legyen. Viszont a törvényben nincs egyértelműen megfogalmazva, hogy hogyan választják majd ki ezt a független kétharmadot. Erre vonatkozóan majd teszünk néhány pontosító javaslatot. A Magyar Nemzeti Tanács média tanácsosa úgy gondolja, hogy a törvénymódosítás nem változtatná meg alapvetően az MNT és az általa alapított médiumok viszonyát.
Az lenne a baj, hogyha a Nemzeti Tanács egyáltalán nem lehetne alapítója a médiumoknak, médiaházaknak, és ezt már sokszor elmondtuk, és az lenne a baj, hogyha valóban kényszer privatizálást hajtanának végre, mivel a gyakorlat bizonyította, és már számtalanszor elmondtuk, hogy a privatizált médiumok sorsa valószínűleg a megszűnésbe vezet. Azt szerintem senki sem vitatja, hogy a sajtó mindig attól függ, akitől a működéséhez szükséges pénzt kapja. De vajon a törvénytervezetben szereplő pályáztatásos finanszírozási rendszerrel elkerülhető ez a politikai befolyás, vagy úgy van, ahogy a törvényt ellenzők mondják, hogy az állam csak menekül a plusz kiadásoktól? Valószínűleg, hogy ez az igazság, amit most mondtál. De hogy mi fog kisülni az új gyakorlatban, azt még tényleg nehéz lenne megjósolni. Minden esetre sok igazság van abban, hogy korlátozni kellene tényleg azt, hogy a nemzeti tanácsok befolyásolják a szerkesztés politikát. Szerintem az bebizonyosodott, hogy ez sok szempontból káros, és rontja a lapok színvonalát. Hát, hogy most mi lesz, mi fog kisülni az egészben, azt most még nem tudjuk. Most Kórhec Tamásnak volt egy megnyilatkozása ezzel kapcsolatban, hogy pontosan idézem, ő azt mondja, hogy a média depolitizációját még véletlenül sem a kisebbségi médián keresztül kell végrehajtani, mert nem ott rejlik a probléma gócpontja. Ez mennyire elfogadható indok, mert... Tökéletesen igaza van Kórhec Tamásnak, de attól még nyugodtan meg lehet vizsgálni a mostani gyakorlatot és valamit módosítani rajta. Az európai példák azt mutatják, vagyis az európai szabályozás azt mondja, hogy az államok létrehoznak és fenntartanak egy olyan megfelelő és biztonságos keretet, amely garantálja a közszolgálati média számára közszolgálati feladatainak ellátását. De Árpád, hogy látod, ez a pályáztatásos módszer mennyire felelhet meg ennek az elvárásnak, vagy mitől működik ez az Európai Unióban, és mitől nem működhet Szerbiában? Én abban bízok, hogy itt egyelőre még csak egy törvénytervezetről beszélünk, ami a különféle közvitáknak a révén aztán változhat és bővülhet más tartalmakkal is. Ugyanis rengeteg a homályos kérdés még, ami fölmerülhet ennek a törvénytervezetnek a kapcsán. Az egyik ilyen, amit az újvidéki közvitán valaki felvetett, például az, hogy milyen masszából történik meg a pályázatoknak az odaítélése. Vajon egy azon masszára pályáznak-e majd a többségi sajtónak a szervei és a kisebbségi sajtónak a szervei, vagy a helyi önkormányzati médiák. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert evidens, hogy a versenyképességet nem tudja egy kisebbségi sajtószerv tartani a nagy belgrádi médiaházakkal, ugyanez elmondható a helyi sajtónak a szervére is. Másik kérdés pedig az, hogy hol vannak a garanciák arra, hogy az állam biztos rendelkezni fog ezekkel az összegekkel, és ezeket az összegeket oda fogják kitélni. Ezért az újságíró egyesületeknek volt egy olyan kiegészítésük, egy olyan felvetésük is, hogy a törvény tartalmazzon egy bizonyos meghatározást is, hogy az államnak mennyi összeget kell pontosan évente előszabni ezekre a célokra. A törvény alapjában véve nem rossz abból a szempontból, hogy közérdekként határozza meg a tájékoztatásra való jogot. Tehát ez az első olyan alkalom, hogy ilyen bekerült egy jogszabályba, és mivel hogy ez közérdek, hogy a nyilvánosságnak joga van a tájékoztatásnak az eszközein keresztül arra, hogy informálódjanak a legfontosabb kérdésekről, az államnak így kötelessége is biztosítani ezt a jogot. Tehát hogyha valamelyik közérdekű média ház esetleg gondba kerülhet, fordulhat az államhoz segítségért. Csak hiányoznak még azok a garanciák, amik ezt lehetővé is tennék, és legszavatolnák, hogy ez valóban így is működjön, amikor majd hatályba lép a jogszabály. Ez a törvénytervezet ugye elég rövid átmeneti időszakot hagy, mert 2014. december 31-ét jelölték meg annak az időpontnak, amikor ki kell vonulnia az államnak és az önkormányzatoknak a finanszírozásából. A finanszírozásból ez elegendő lehet?
2014. december 31-e van meghatározva, de egyesek szerint ez túl késői időpont is, tehát itt eléggé különböznek a vélemények. A média koalíció például olyan javaslatot tett, hogy már 2014. január 1-ével szűnjön meg az állami finanszírozás, és azonnal induljon be a projekt finanszírozás. Szerintem nincsenek felkészülve még a médiák arra, hogy ezt ilyen gyorsan bevezessék, még a 2014. december végi időpont is egy kicsit korainak tűnik, de hát mint minden szerintem ezt is el kell majd kezdeni, és egy idő szükséges lesz ahhoz, hogy egyrészt a jogszabálynak az alkalmazása is gyakorlatiassá váljon, és hogy a média is hozzászokjon ahhoz, hogy ilyen finanszírozásra kell, hogy áttérjen. Visszatérjünk egy kicsit a kisebbségi médiához és a magyar médiához. Ön az előbb azt mondta, hogy hát valóban így van, hogy a Nemzeti Tanácson keresztül nagy a politikai nyomás. Ide kapcsolódik, amit Pásztor István annak kapcsán mondott, hogy a Naplánydíjat idén nem a VMS március 15-i központi ünnepségén adják át, mint ahogyan az eddig szokás volt, és pontosan idézném. A sajtó szabadsága egy kisebbségbe került nemzetrész esetében bonyolultabb, árnyaltabb és feszítőbb is. Egyszerre van jelen a kisebbségi újságírásban a szabadság és a közösségi tájékoztatás igénye, a magyar szellemiség. Tényleg egyfajta speciális, különleges helyzetben vagyunk? Természetes. Hát gondolom nem vitás. Meg kell csak nézni a helyzetünket is, mindenki látja, hogy hogy vagyunk. De hát attól függetlenül a fő szempont a mi kisebbségi sajtónk is az kéne, hogy legyen, hogy tárgyilagosak legyünk, mert akkor talán még az olvasótávot is tudnánk növelni. És ne legyen az, hogy mondjuk választások közelettével egy pártnak az emberei egy ünnepi számba két-három oldalt is kapnak, a másik párt meg kimarad belőle, vagy hogy a vezető pártunk alapszervezetet alapít Belgrádba, ez egy non plus ultra eset volt, amikor az magyar az első oldalán hozta ezt a pártújságba való hírt, és ez volt a magyar szok a vezető híre. Szóval ilyesmi nem fordulhat elő egy közszolgálati újságban, még akkor sem, hogyha az kisebbségi. De hát ugye ilyenkor az szokott a hivatkozás lenni, hogy a legnagyobb pártról van, legtöbb szó a sajtóban, és hát ez természetes folyamat. Igen, de külön kéne választani az, ami közérdekű dolog, és az, ami párt dolog. És annak nem volna szabad az első oldalon megjelennie. Hogy térjünk vissza a finanszírozáshoz, a média finanszírozáshoz. Ismét idéznék, hogy nehogy rosszul mondjam rá, de Veljanovszki, a tájékoztatási minisztérium munkacsoportjának a tagja úgy fogalmazott, hogy miközben gazdasági téren is a szocializmusból kifelé tartunk a reformokkal, és politikai téren is arra törekszünk a többpárti parlamentarizmus keretében, hogy kilépjünk a szocializmusból, a média finanszírozás terén ragaszkodunk az akkor kialakult módszerekhez. Én egy pici ellentétet itt érzek ebben, mert hát nem úgy gondolom, hogy az egyéb területekre vonatkozó reformok annyira Európa felé mutatnának. Szerintem sem erről van szó. Ami a média finanszírozást illeti, ahogy az előbb is említettük, megvan egy bizonyos felkészületlenség még mindig. Egyébként a projektfinanszírozás terén Szerbia nagyon el van még maradva más régióbeli államokhoz képest, és lehet, hogy ez az, ami a média finanszírozás területén is megnyilvánul. Tehát egyszerűen nem állunk még készen arra, hogy átszokjunk egy olyan rendszerre, ami valami újat, valamilyen egészen más megoldást jelenthet. Inkább erről van szó, ami pedig a többi reformot illeti, azok lehet, hogy európai színvonalú reformok, de nagyon sok esetben éppen azt láttuk, hogy az európai reformokat a hazánkban bevezetik ugyan papíron, de aztán az nem nagyon valósul meg a mindennapokban, a gyakorlatban. Reméljük azt, hogy a média finanszírozásnak az átállítása az nem így fog, nem ekképp fog majd megtörténni, mert akkor azt hiszem, hogy fölöslegesen hoztunk új törvényt, és fölöslegesen változtattuk meg a tájékoztatásról, meg a médiákról szóló jogszabályt. Reformokkal zártam a mondandódat. Most kicsit kilépnénk a média témaköréből, de ugyanakkor, mint újságírókra, majd a riport után számítok még önökre. Ugyanis holnap lesz 10 éve, hogy megölték Zorán Gyingyis néhai kormányfőt.
az egy évtized alatt komoly kultusza alakult ki. Személyiség egyrészt megosztja a politikumot, másrészt viszont egyre többen érzik magukénak a Gyingyicsi örökséget. Ha valaki azt hiszi, hogy azzal, hogy engem félretesz, megállítja a törvények betartását, az téved, mert a rendszer nem én vagyok. A rendszer tovább fog működni, és senkit sem mentenek fel a bűneik alól, azzal, hogy eltávolítanak egy vagy két állami tisztségviselőt. Ez a nyilatkozat óta pontosan 10 év múlt el. Azt hiszem, nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy nem úgy alakultak a reformok az elmúlt egy évtizedben, mint ahogy azt tervezte a meggyilkolt kormányfő. Nem a szubota nedelja, praznici. Ak hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje. Slavit ćemo kada pobedimo. Ne možemo mi da pobedimo, a da u vreme treninga slavimo. Morate da motivišete sebe, da motivišete svoje sugrađane, morate da motivišete one sa kojima ste u timu, da biste postigli veliki cilj. Zoran Gyindzsics tudta motiválni munkatársait és az egész társadalmat, vagyis azt, aki hajlandó volt változni. Sokak szerint ez lett a veszte. Az, hogy úgy juttatt el üzenetét az egyszerű emberhez is, hogy az megértse. Én nem vagyok nikoda mi káže, da je najbolji moguć. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. Ni mi nismo, ni vi niste. Ajde da vidimo gde su to prepreke u nama koje ako savladamo, možemo brže da idemo na tom putu koji je, po mom mišljenju, ispravan. Zoran Gyindzsics az élenjárója volt a Milosevic elleni tüntetéseknek, amelyek végül a volt szerbiai és jugoszláv elnök bukásához vezettek. Gyindzsicset 2001. január 25-én választották meg a DOSZ, azaz a szerbiai demokratikus ellenzék által alakított kormány élére. A miniszterelnök előzetes programjában többek között azt mondta, hogy Szerbia 2000. október 5-e után újra saját kezébe vette sorsát, és hogy az ő kormánya az utcán magától a néptől kapta a bizalmat a változások a reformok megvalósításához. Kormányának 7 alelnöke volt, 17 minisztériuma és 16 minisztere. Zoran Gyindzsics volt Szerbia első demokratikus úton megválasztott miniszterelnöke. A ako sada Srbija stane, Mako koliko sporo da neko procenjuje da ide, da bi se ponovo pokrenula proći 10 godina. Moje upozorenje je, imamo ogromnu istorijsku šansu da uradimo nešto veliko i u ovoj zemlji i u ovom regionu, ali moramo mnogo da se trudimo da izbegnemo rizike i iskušenja. I to nikakva nije garantovana stvar da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To nije garantovana stvar. To je šansa. Koja može da bude prokockana sutra. Valamivel több mint 2 évet kormányzott. Egy olyan tulajdonsága volt, amelyet azóta sem tapasztaltunk hazai politikusnál. Határozott jövőképe volt arról, hogy hogyan lehet Szerbiát talpra állítani és felzárkóztatni a fejlett európai országok mellé. Élete utolsó interjújában, amit a szerb állami tévének adott, Koszovóval kapcsolatban arról beszélt, ami most aktuális. Megoldja, hogy Koszovó bude faktički nezavisno, a da nam ga onda kao mlinski kamen, kao takvo albansko nezavisno Kosovo prikrče na nogu i kažu vi ste odgovorni za njega i dok ne harmonizujete odnose, vi ne možete da idete dalje. Azt, hogy Gyindzsics mennyire előrelátó volt, elismerte a mostani kormányfő is. Ivica Dačić Zoran Gyindzsics meggyilkolásának 10. évfordulója kapcsán írt cikket a NIN folyóiratba, amelyben többek között azt hangsúlyozta, hogy a tragikusan elhunyt kormányfő volt az első, aki nyíltan beszélt a koszovói problémáról, és tisztában volt azzal, ami ma aktuális. A szerb állam képviselői még mindig nem szívesen látott vendégek Koszovóban. A déli tartományba való látogatáshoz, ahogy még ma is hívjuk Koszovót, engedélyt kell kapniuk a pristinai hatalomtól. A szerbiai hivatalnokoknak egyetlen mechanizmusuk sincs, amellyel biztonságot nyújthatnának a Koszovóban élő szerbeknek. Zoran Gyindzsics volt az első, aki Szerbiában nyilvánosan kimondta ezt a tényt. Ironikus, hogy 10 évnek kellett elmúlnia ahhoz, hogy valaki Szerbiában ezt ismét kijelentse. Hogy Gyindzsics mennyire komolyan vette feladatát, arról tanúskodik az is, hogy lábsérülése ellenére sem pihent, hanem mankóval járva, de végezte a munkáját, mintha semmi sem történt volna. Nem volt naív ember, de nem hitt abban, hogy megtörténhet az, ami meg is történt vele. Zoran Gyindzsicset 2003. március 12-én a kormány udvarában lőtték le távcsöves puskával. Az állítólagos elkövetőket később elfogták és maximális börtönbüntetésre ítélték, de a gyilkosság politikai hátterére sohasem derült fény.
Csedomir Jovanović és Zoran Živković a miniszterelnök közvetlen munkatársai voltak. Jovanović szerint erre a tetre azért került sor, mert az elkövetők rájöttek, hogy csak így állítható meg. Zoran Živković nije ubijen tek tako. Da je on ubijen zapravo onog trenutka je postalo jasno da se drugačije politički ne može zaustaviti. Da je to ubistvo bilo u funkciji zaustavljanja promjena u zemlji. I 10 godina koji živimo bez Zorana Đinđića svakodnevno dokazuju da su ljudi poput mene koji na takav način opisuju taj 12. mart zapravo u pravu. Živković szerint, aki Đinđić halála után ideiglenes miniszterelnök volt, egyértelmű, hogy kiáll a gyilkosság mögött. Nakon 10-godišnje analize svih detalja, svih aspekata ubistva Zorana Đinđića, da tvrdim da je to ubistvo inspirisao, platio i organizovao klan Slobodana Miloševića. To nije samo njegova porodica. To su mnogi njegovi saradnici iz raznih stranaka, čak i stranaka i političkih opcija za koje ne biste na prvi pogled verovali da su mogli da u tome učestvuju, ali jesu. Milošević je imao najveći motiv da ubije Đinđića, jer je Đinđić, zajedno sa nama drugim, ali pre svega on, sa polubožanske pozicije spustio u zatvor gdje mu je i mesto. On je imao dovoljno para da plati ovo izvršioce i imao je neposrednu komunikaciju sa zemunskim klanom i izvršiocima, tako da je moj zaključak da je to mesto gdje treba tražiti i gdje je možda moguće da se dokaže ta politička pozadina. Naravno, ja nemam sudski dovoljne činjenice koje su dovoljne za sud, ali mislim da u tom smeru sigurno treba da bude nastavljena istraga i da istragu ne treba prekidati dok postoji i najmanja šansa da ona donese neke nove činjenice. Zoran Đinđić 51 éves volt, amikor a merénylet áldozata lett. Felesége Ruzsica mellett 2 gyermekét, lányát, Jovanát és fiát, Lukát hagyta maga után. 10 éves távlatból azt kell mondani, hogy nem egészen volt igaza, amikor azt mondta, a rendszer nem én vagyok, és ha valaki eltesz láb alól, azzal nem állítja meg a reformokat. Ahogy elhangzott az összeállításban is, 10 év alatt hatalmas kultusz alakult ki Đinđić körül Szerbiában, a reformok viszont nem folytatódnak. Lehetséges, hogy ez a kultusz egy valamiféle elterelés a valóságos tettek elől, és elhomályosítja ez a kultusz a valós helyzetet? Nem hiszem. Én nem érzem, hogy az Đinđić kultusz olyan nagy befolyással lenne a szerb társadalomra. Inkább a mostani ellenzék emlegeti őt, a nagy közönség azt hiszem jócskán elfelejtette, sajnos. Igen, ahogy hallhattuk, még Ivica Dačić is, ő azt állítja, hogy rátért erre a Đinđići útra, pedig az ő pártja a néhai miniszterelnök legnagyobb ellensége volt, úgyhogy ez elég nagy abszurdum. Igen. Én nekem egy különös élményen fűződik azokhoz az időkhöz, Zoran Đinđićhez. A bombázások idején Đinđić volt az egyik legüldözöttebb ellenzéki vezető, és mivel olyan hírek terjedtek el, hogy merénylet készül ellene, akkor távozott az országból, és azt hiszem, hogy Montenegróban húzta meg magát egy időre. És nekem sikerült fölkutatnom a mobiltelefonját, és interjút készítettem vele. A Demokrata pártnál jelentkeztem be, hogy megmondtam, hogy ki vagyok, és egy pesti újságok szeretnék interjút készíteni, és bizonyos ellenőrzések után megadták nekem a bizalmas számot. És hát nem sokkal az interjú megbeszélt időpontja előtt megszűnt az áram. Áramszünetek voltak annak idején, és nagy bajban voltam, hogy hogy veszem fel az interjút, és akkor kiszereltem az autóban az akkumulátort, és akkor ilyen akkumulátoros átváltóval nagy nehezen be tudtam üzemelni a magnómat, és így csináltam vele interjút. Hát Đinđić annak ellenére, hogy nagyon nehéz helyzetben volt és veszélyeztetett, de optimista volt akkor is, és úgy látta, hogy be fognak következni a változások Szerbiában, nagyon bízott benne.
hát ebbe igaza volt. Sajnos, hogy nem tudta megvalósítani a terveit, mert nem sokkal később végeztek velem. És hát hallhatjuk, hogy amellett, hogy az ellenzék is most ráhivatkozik, az akkori közvetlen munkatársai viszont megosztottak. Ön, mivel személyesen is találkozott vele, hogyan látja, miben lehetett annak a titka, hogy ennyire egységesíteni tudta azokat az embereket, akik nagyon röviddel a halála után egyből szinte egymás ellenségei lettek? Hát a politikusok azon fajtájához tartozók, akinek víziója volt, aki vezetni tudott, egy született vezető, vezéregyeniség volt, és követték, és valóban megvolt a tábora, és na, amint távozott, akkor sajnos ez szétesett. A DOSZ is szétesett, és hát akkor jelentkeztek az ellentétek. Hát többen úgy gondolják, hogy a Koszovó elismerése körüli folyamat gyakorlatilag így is úgy is bekövetkezne a közeljövőben, és ezért van az, hogy Dacsityék most próbálják megmagyarázni valahogy ezt. Ez, hogy a politika ilyen szempontból visszaél a gyindzsicsi hagyatékkal, hogy folyamatosan ráhivatkoznak minden oldalról, és felhasználják pártpolitikai célokra, ez milyen veszélyeket rejthet magában? Politikai marketingről van szó, az kétségtelen. A politikai marketingnek egy igen csúnya formájáról van szó, amikor bizonyos tetteket, amit el kell követni, másnak a nézeteivel próbálnak megigazolni. Én azt hiszem, hogy a koszovói folyamatnak a szempontjából nem ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy bármire vagy bárkire is hivatkozva, 10 vagy én nem is tudom hány év után, már 15 év után, végre elkezdődjön, legalább beinduljon az a folyamat, ami a végső megoldáshoz elvezethet. Én azt hiszem, hogy ennek sokkal hamarabb meg kellett volna történnie, és a gyindzsicsi politikát folytatva ez hamarabb bekövetkezett volna. Viszont azt láthattuk, hogy 2003-ban az a folyamat, ami nagyon rövid ideig tartott, elindult, de nagyon rövid ideig tartott, megszakadt egy csapásra, és teljesen más irányba, egy ilyen céltalan irányba kezdett el mozogni, és nem lehetett tudni azt, hogy tulajdonképpen most akkor mik is Szerbiának a legfőbb céljai. A mai helyzet az talán annyiban jobb, hogy bizonyos kérdésekben keresi a hatalom a megoldást, akár Gyindzsicsre hivatkozva, akár nem. Ezt egyesek fölismerik, még akként is a nonsense kijelentéseket is hallhattunk a napokban, hogy Alekszandr Vučić az új Zorán Gyindzsics, és ezt a nyugati elemzők is alátámasztják egyes esetekben, fölismernek valószínűleg egy olyan energiát, egy olyan elkötelezettséget, ami bizonyos megoldásokhoz vezethet el, és megoldhat bizonyos problémákat, amikkel az ország már egy évtizede küzd. Szerintem ez a lényeg, hogy ezek a folyamatok valóban elvezessenek a megoldáshoz, és Gyindzsicsnek a kultusza pedig továbbra is meg fog majd maradni, viszont az, ahol ő abba hagyta a politizálást, az már nem folytatható. Tehát szerintem az az időszak lezárult, most lehet politizálni hasonlóképpen, lehet alapul véve politizálni, a gyindzsicsi elveket alapul véve politizálni, de ugyanott, ahol ő abba hagyta, már nem lehet folytatni, hiszen azóta eltelt 10 év, és az a periódus vissza már nem hozható. Egyesek mégis megpróbálják visszahozni, mert ugye most Zsivkovics egy pártot alapított, és hát nem titkoltan az a szándék, hogy ezt a gyindzsicsi politikát folytassa, de két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogy van-e egy olyan párt, amely tovább viheti ezt a gyindzsicsi hagyatékot, és elvárható tőle, hogy képes-e? Másrészt meg van-e társadalmi támogatottság ahhoz, hogy valamelyik párt tovább vigye ezt a hagyatékot? Hát azt hiszem, hogy a Gyindzsics utódjai eljátszották a nagy lehetőséget, nem folytatták azt az utat, meghátráltak, főleg Boris Tadicsra gondolok, nem volt bátorságuk ahhoz, hogy kimondják a végső szót Koszovó esetében, amit majd most valószínűleg, hogy a mostani vezető fognak kimondani, és ezzel a hatalmat is eljátszották, és nem csoda, hogy bele is buktak. De hogy a mostani vezetőknek lesz-e hozzá bátorságuk valóban
kimondani azt a végső szót, amit a világ már régóta vár a szervezetőktől. Ez most tényleg lehet, hogy ezekben a napokban, lehet, hogy éppen ma dől el. Hát most tudjuk, hogy ott vannak Brüsszelben a három vezető szerb politikus. Az eddigi évek során ugye minden évben megszervezik a Gyingyics tiszteletére szervezett sétát. Az eddigi évek során ezen a sétán azért többé-kevésbé összelehetett katapártokat, akik valamilyen szinten kötöttek Gyingyicshez. Most ugye Zsivkovics rögtön kijelentette, hogy nem hajlandó elmenni erre az megemlékezésre. Ez miért történhetett meg? Mert ugye a korábbi években a Demokrata Párt, a főszervező hatalmi pozícióban volt, most pedig ellenzéki pozícióban van, és hát szétesőben. Ráadásul olyan változás is van, hogy a korábbi években arra is példa volt, hogy a Demokrata Párt és a Liberális Demokrata Párt külön-külön szervezték meg a saját sétáikat. Most ők, tehát ez a két párt együtt fogja megszervezni, viszont Zsivkovics pedig elhatárolódott ettől az egésztől. Számomra egy kicsit egyszerre sajnálatos és nevetséges az, hogy a gyilkosságnak az évfordulóján minden évben egy kicsit megvan ez a versengés, hogy ki a gyingyicsi politikának a valódi megtestesítője, folytatója. Itt aztán versenyezik egymással természetesen a Demokrata Párt, az LDP, és most már úgy látszik, hogy vannak új jelöltek is arra Zsivkovics pártjának a szemében, aki szintén fel akarja venni a versenyt. Szerintem ez egy elhibázott politika, nem azon kéne vitatkozni, hogy ki ennek a politikának a folytatója, hanem azon, hogy a jelenlegi körülmények között, a jelenlegi politikai körülmények között melyik az a párt, amelyik megoldást tud adni a mostani problémákra. Ezek a megoldások sokszor különböznek biztos a gyingyicsi megoldásoktól, vagy azoktól a politikai elképzelésektől, amelyeket Gyingyics akkor képviselt, mert hogy az idők is változtak, és a kihívások is változtak. Az a verseny, ami ezek között a pártok között ilyenkor megvan, az szerintem egy politikai csatározás, és szerintem véget kéne neki vetni, mert Gyingyics politikájának a folytatója bármelyik párt lehet, amelyik fölvállalja azokat az alapvető demokratikus, modern európai értékeket, amelyeket Zorán Gyingyics képviselt 2000 után. Zsivkovics arról beszélt ebben az interjúban, hogy szerintem nagyon nagy fontossággal bír az, hogy végre kiderüljenek a gyilkosságnak a körülményei. Most már 10 év eltelt. Ön szerint lehet-e bármiféle befolyásoló hatása annak, hogyha kiderül az, hogy mik voltak ennek a gyilkosságnak a körülményei? Mert a Zsivkovics is mondta, ha bizonyítani nem is lehet, de mégis tudjuk, hogy történhetett ez a gyilkosság. Hát, ezek most mind ilyen föltételezések, amik Zsivkovics biztos közelebb van a forrásokhoz is jobban tudja, mint mi. És valószínűleg, hogy így van, de hát nem hiszem, hogy ebben most nagy változás következne be, mert most kiderülne, hogy itt a Milosevic családból jött a megrendelés. Szerintem nem is egészen így történhetett, hanem úgy, hogy egy túlbuzgó belügyes tiszt hajtotta végre, és gondolom adta ki az utasítást. Ez az én magánvéleményem. Most láthatjuk, hogy hogyan alakul ez az emlékezés, ami ráadásul egy nap különbséggel van Milosevic halálához képest. Most óriási reformok és átalakulások közepette van Szerbia, közelegnek a választások. Milyen hangulatban érhet bennünket a következő megemlékezés? Mennyivel lehet közelebb Szerbia a Gyingyicsi eszméhez? Hogyha arra gondolsz, hogy a következő választások alkalmával mi változhat meg Szerbiában, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy semmi és nagyon sok minden megváltozhat. Semmi akkor, hogyha az ország nem nyit eléggé majd legfőképpen a Koszovóval folytatott párbeszéd kapcsán, és nem lesz hajlandó bizonyos kompromisszumoknak az elérésére. Itt ugye látjuk, hogy kétféle hullám is van, az egyik az a Nikolicsi, a másik pedig a Dacsicsi, Vucsicsi, talán így lehetne megkülönböztetni. A Nikolicsi az inkább ilyen nacionalista vonulat, amelyik hát nem lenne kész kompromisszumoknak a megkötésére minden áron.
A másik pedig kész lenne a problémáknak, a véget vetni a problémáknak, és elfogadni a realitást, természetesen bizonyos nyereségnek a tekintetében. Hogyha ez a fajta áramlat győz, akkor szerintem közelebb kerülhetünk a következő választásokra ahhoz, ami már régóta célja Szerbiának, ez pedig az európai csatlakozási folyamatban az előrehaladás. A választások után ezt is meg fogjuk tudni, hogy így lesz-e. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak. Önök a napjainkat látták, én ezzel megköszönöm figyelmüket, de önöket arra kérem, hogy ne váltsanak csatornát, ugyanis következik a vallási műsor. Egy hét múlva Bágyi Ribár Renáta várja önöket.